A vizet lefegyeli a tíz évnél is idősebb Morzsi ezen a felvételen nem véletlenül volt ennyire szomjas. A napokban komoly stressz érte, egy autóból rakta ki valaki német kér felé. Szörnyen félt, nagyon félt végig. A kutya története felkerült a közösségi oldalra, Vida Zsolt szerint több mint 6500-an osztották meg. A hír végül eljutott az eredeti gazdájához is, aki szintén megdöbbent, mert azt hitte csak a szokásos, rövid ideig tartó kóborláson van Morzsi. Amíg Vida Zsoltnál vendégeskedett, meglehetősen szomorú volt a kutya, alig evett, amikor viszont ment érte az eredeti gazdája, teljesen átváltozott morzsi viselkedése. Abból is lehetett egyértelműen tudni, hogy a gazdái érkeztek meg hozzá, hogy hirtelen elkezdett csóválni a farkát, elkezdett ugrálni, elkezdett futni, fölugrálta a, a, az illetőre többször is. Autóból kitenni a kutyát állatkínzásnak minősül, a büntető törvénykönyv szerint két év börtön is járhat érte. Az állatvédelemről egyébként a kormány online párbeszédet indított. A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy az állatvédelem legfontosabb kérdéseire várnak most válaszokat.